Van egy réteg, akinél tetten érhető a feszültség az első eredmények beérkezésével kapcsolatban. Ők azok, akik jellemzően test közelből tapasztalták meg az elmúlt hetek eseményeit, tehát valóban részt vettek, dolgoztak a kampányban, a mozgósításban. Egyébként összességében pedig egyelőre nyugodt beszélgetéssel várják tényleg az első eredményeket a résztvevők. Visszafogott hangulatban telt a kora este a Petőfi Kultúrtanszéken a Fidesz eredményváró központjában. Ahogy nőttek a választás feldolgozottsági adatai, úgy váltak egyre felszabadultabbakká a párt tagjai és a szimpatizánsok. Újra választott Varga Tamás képviselő, az fölhívja a másik. Fejér megye egyes számú választókerületében Varga Tamás több mint 98%-os feldolgozottság mellett a szavazatok közel 48%-át szerezte meg. Győztük. Varga Tamásra közel 20.800-an voksoltak. Székesfehérvár országgyűlési képviselője a Fehérvár Televízió élő választási műsorában azt mondta, ugyanazzal az elszántsággal és hittel végzi a munkáját, mint ahogy tette ezt az előző években is. Mindenkinek köszönöm, hogy élt ezzel a jogával, és köszönöm szépen természetesen azoknak, akik ránk és rám szavaztak, és hogy a bizalmuk negyedik alkalommal is töretlen, és azt tudjuk ígérni, én azt ígérem személyesen, hogy én ugyanazzal a szenvedéllyel, hittel és elhivatottsággal és a város iránti elkötelezettséggel fogom ezt a munkát végezni, mint ahogyan eddig. Fejér megye 2. számú választókerületében Törő Gábort választották újra. Több mint 98%-os feldolgozottság mellett a képviselő a szavazatok több mint 56%-át szerezte meg, ami közel 28.000 voksot jelent. Törő Gábor szerint az eredmény nem kizárólag a kampánynak, hanem az utóbbi évek munkájának köszönhető. 4 éves ciklust végig dolgoztuk, ezt látszott a jelenlétükkel, találkoztunk az emberekkel, támogattuk a vidékfejlesztéseket, úgyhogy összességében próbáltuk bemutatni az eredményeket. Nyilván a kampányban az ellenfél hibáira is igyekeztünk rávilágítani, erre nem is nagyon kellett, mert megtették helyettünk ők, de aztán jött a orosz-ukrán háború, mindent felülírt, és nyilvánvalóan a választóknak dönteni kellett, hogy háborúba akarják sodorni Magyarországot, vagy a békét válasszák. Fejér megye mindaz 5 választókerületében nagyjából 98%-os feldolgozottság mellett fideszes győzelem született, így nagy valószínűséggel Tesszeli Zoltán, Mészáros Lajos és Varga Gábor lesznek térségünk országgyűlési képviselői.